Dániel Mária Magdolna egy Székelyföldről származó, de tanulmányait később Székesfehérváron folytató fotográfus, aki a bemutatkozom sorozat keretében leplezte le legújabb tárlatát csütörtökön, a Főutca 3 szám alatt található aulában. A művész elmondása szerint a képek címét nem írta ki a vitrinekbe, hogy minden arra járó és érdeklődő azt lássa meg, amit szeretne. Nekem nagyon fontos az, hogy ha valaki ránéz ezekre a képekre, akkor saját maga dönts el, hogy neki miről szól, neki mit mond ez a kép, mert minden képnek más és más mondani valója van, és ahányan vagyunk, annyifélék vagyunk, ami azt jelenti, hogy annyifélét gondolunk, és nem szabad beskatujázni. Én nem szeretném megmondani senkinek, hogy mit gondoljon arról a képről, és az életben is ilyen vagyok, én nem szeretném senkinek megmondani, hogy miről mit gondoljon. Itt vannak, magukért beszélnek, mindenki döntse el, hogy ő neki ez mit jelent. A kiállítás megnyitóján a művész köszönetet mondott azoknak, akik segítették a tárlatának létrejöttét, különösen a Tarsoly Ifjúságért Egyesületnek és Róka Gyulának. Dániel Mária Magdolna elmondta, a kiállítás helyszínéhez több szál is köti. Nagyon sok segítő ember részt vett a szervezésében, akár a sajtó meghívókban, akár a fölrakásokban, tehát mindenben kaptam segítséget, és igen, nekem itt volt korábban a munkahelyem, ebben az épületben, úgymond ebben az aulában, és ezek a kirakatok is rendszeresen tele vannak képekkel, és ezt valamilyen szinten annak idején a Tarsoly Ifjúságért Egyesület kezdte, és ez egy nagyon jó ötlet, ez így folytatódik. A kiállítás megnyitóján Herceg Edit volt Európa parlamenti képviselő is részt vett. A tárlatot 2 hónapon keresztül láthatják a székesfehérváriak.